Kerékpár, foci és nők minden mennyiségben. Sziasztok! Nézzük, mivel várunk ma benneteket. Minden, ami kerékpár, érdekességek, túra és multidézés a K&H olimpiai kerékpáros napon. Mindenki labdába rúg, azaz rúgott a foci fesztiválon, ahol sztárvendégek is játszottak. Izgalmas ritmusok, színes, változatos programok a Coca-Cola testébresztő női mozgásfesztiválon. Több mint 200 tájfutó, kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalok a Dobó István tájfutó emlékversenyen. Kiváló magyar és nemzetközi riderek, látványos trükkök és elképesztő bringás, gördeszkás és görkorcsolyás mutatványok a legnagyobb hazai extrém fesztiválon, az Offline Sports Games-en. Let's go! I wanna go to Ibiza. Let's go. I wanna go to Argentina. Let's go. Se jég, se víz a Városligeti műjégpályán, mégis sokan elcsúsztak a legnagyobb hazai extrém sportfesztiválon. Az Offline Sport Games, azaz az USG egynapos rendezvényén az ugrások és a trükkök domináltak. Az USG-nek először adott otthont a műjégpálya, a leeresztett tó helyén pedig nem rengeteg hal, hanem halatlanul sok fiatal nyüzsgött. A 13. extrém sportfesztivál programjában a BMX Flatland és Dirt Fáfaja, hegyi kerékpár, valamint gördeszka és inline görkorcsolya szerepel. A leglátványosabb viadalokat a hegyi kerékpár és a BMX dirt versenyek hozták. Az egyik legnagyobb név Jósa Dani volt a BMX-es mezőnyben, aki amerikai kiruccanás után ugrott be a meghívásos versenyre. Mennyi gyakorlás kell az, hogy így egy pályát végigcsinálj? Én már 12 éve csinálom, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy 12 év. Mikor dől el, hogy az emberből lesz-e ilyen BMX-es vagy nem? Akkor, amikor ráül és elkezd ugratni, vagy nem ő rá és nem kezd el ugratni. Hey! I wanna go crazy in the US of A. A délelőtti eső miatt sem állt feje tetejére a világ. Legfeljebb néhány rider, de ez benne van a versenyzésben. A száradást követően a pályáról mindenki csak a dicséret hangján tudott szólni. Nagyon jó a pálya, srácokat ismerem, akik ásták, és remek munkát végeztek, mindenki élvezi. Picit néha rendbe kell tenni egy-egy menet után, de jó a pálya. A BMX földhöz ragadtabb változatának művelőit ugyancsak tátott szájjal bámulták néhányan, mert amit a flatlandesek műveltek, az semmivel sem múlta alul a röpködő társak produkcióját. Itt nincs semmi segédeszköz, semmi dolog, amire felugrajtunk, amin ugrálunk, csúszunk, ez csak a sík talajon történik. Itt különböző pörgések vannak, a talajon való ugrások, fordítások, ez olyan, mint egy tánc, egy szabad stílusú tánc a biciklivel. A bonyolultabb trükkök elsajátítása akár 9-10 évet is igénybe vehet. A tehetségesebbek viszont pár hónap alatt elleshetik a fortélyokat, és egy-két éven belül meg is tanulhatják a legbonyolultabb figurákat is. Ennek a sportnak ez lenne tulajdonképpen a lényege, hogy sajátot alkossunk, újat hozzunk, újat csináljunk. A gördeszkások és az inline görkorcsolyázók ugyancsak elkápráztatták a közönséget. A meghívottak között több külföldi, köztük Rasmus Sand is szerepelt. A dán fiú visszatérő versenyző másodszor vesz részt az USG-n. Ez nagyon jó, másnak gondoltam, mielőtt eljöttem ide versenyezni. Dániában csak a gördeszkának van sok rajongója, az inline kevésbé népszerű. Ez egy nagy verseny sok emberrel. Dézsi Gergő Kaposvárról érkezett az USG-re, immár hatodszor hívták meg a szervezők, ami kiváltságnak számít. A gördeszkás társadalom oszlopos tagja Amondó, a gördeszkázás több, mint extrém sport. Hát egyfajta életérzés szerintem. Bár közhely, de ez így van. Miről szól ez az életérzés, így belül hogy éled meg? Hát talán szabadság érzed. A haverokkal összehoz, sok embert ismertem meg, sok helyre eljutottam. Gergő és társai jót szórakoztak és jól szórakoztattak. A versenynél bármi furcsa, van, volt fontosabb is, az elismerő taps.
bringások.